Nézzük most a B feladatunkat ebből a feladattípusból. A feladat így szól, 3 a hetediken, szorozva 9 a másodikon, szorozva 81, szorozva 27 a osztva, 27 a harmadikon, szorozva 9 a harmadikon. Hát láthatjuk, hogy a hatvány alapok 3-as, 9-es, 81-es, 27-es, illetve újból 9-es. És arra kell törekednünk, hogy egy olyan hatvány alapot találjunk, amelyiket, hogy a többi hatványt felírhatjuk annak a segítségével. Ez ugye általában a 2-es, 3-as, 5-ös, hát igen, a 9-es is, a 81-es is, a 27-es is felírható 3-nak a hatványaként. Hát akkor használjuk ki azt a táblázatot, amit tanultunk a 3-nak a hatványairól. És ugye láthatjuk, hogy a 9-et majd úgy fogjuk felírni, hogy 3 a másodikon, a 81-et úgy fogjuk felírni, hogy 3 a negyediken, a 27-et pedig úgy, hogy 3 a harmadikon. Tehát a következő lépésünk csak annyi lesz, hogy ezeket a számokat, 9-es, 81-es, 27-est, 3 a valahanyadikon kint írjuk föl. Nézzük, hogy hogyan fog ez kinézni. Minden mást másolok. Tehát másolom 3 a hetediken, és ott most vigyáznom kell, a 9-es ugye az 3 a másodikon, de mivel még a 9-es a másodikon van, tehát ezt a zárójelbe teszem, és így a zárójelen kívül teszem még a hatvány kitevőt. És itt majd hatvány hatványozása lesz a következő lépésben. A 81-et simán csak felírom, hogy 3 a negyediken. A 27-nél úgy szintén vigyáznom kell, a 27 helyet írom, hogy 3 a harmadikon, azt ugye zárójelbe tettem, és az még a harmadikon, illetve a 9 a harmadikonnál is vigyáznom kell. A 9-es helyet írom az, hogy 3 a másodikon, és az még a harmadikon. Miután átalakítottuk a hatványokat közös alapra, ugye láthatjuk, hogy most már mindenütt 3-as az alap, a következő műveletünk, amit elsőként el kell, hogy végezzünk, az mindenütt a hatvány hatványozása. Ugye itt tanultuk, hogy hatvány hatványozása, akkor a kitevőket összeszorozzuk. Végezzük akkor el ezeket a műveleteket. Tehát minden más lemásolunk, és itt pedig, ahol hatvány hatványozása van, összeszorozzuk őket. Tehát 3 a másodikon is, úgy a másodikon az 3 a negyediken, többit ugye ezt csak másolom. Alulról 3 a harmadikon is, úgy a harmadikon az 3 a kilencediken. 3 a másodikon is, úgy a harmadikon, az pedig 3 a hatodikon. Hát most már mindenütt 3-as alapú hatvány van, nincs hatvány hatványozása, végezzük el a műveleteket. A számlálóban csak szorzás van, tehát ezt könnyűszerrel meg tudom oldani. Alapot lemásolom, a kitevőket pedig összeadom. 7 meg 4 az 11, meg 4 az 15. A nevezőben úgy szintén csak szorzás van, ugyanezt alkalmazom. Alapot lemásolom, a kitevőket pedig összeadom. 9 meg 6 az is 15. Hát az előző feladatban látott egyszerűsítési módszernek köszönhetően itt is kétféleképpen haladhatunk tovább. Nézzük először az egyiket. Ugye a törtet fölírom, mint osztás. 3 a 15-en, osztva 3 a 15-ennel. Alapot lemásolom, kitevőket pedig kivonjuk. És hogy a 15-ből kivonok 15-öt, az 0. Valaki azt mondaná, hát az semmi, és akkor ezt nem is kell írni. Ki kell írni, hiszen a 3 a nulladikon, tanultuk, hogy bármely szám a nulladik hatványon, az mindig egyet fog adni, tehát ennek a feladatnak a végeredménye 1. Ha nem írnánk ki a nullát, akkor csak maradna 3, ami egyáltalán nem egyenlő az 1-jel. A másik dolog, hogyha észrevettük 3 a 15-en per 3 a 15-ennel, ha valamit elosztok önmagával, akkor is egyet fogok kapni, tehát ilyenkor a 3 a 15-en nyugodtan lehet egyszerűsíteni, és vigyázat, a végeredmény nem nulla, ugye, hogyha valamit önmagával osztunk, az egy fog lenni. Így oldottuk meg tehát ezt a feladatot.